Üdvözlöm Önöket ismétel! És előző videóban el lehetett valami gondolkozni. Mind is kell itt gondolkozni. Az itten egy még változhatatlan dolog. Mik is voltak errefelé? Mik is történtek? Miért esett ez a vacak büdös tó felépítve, ami tele van baktériumokkal, korokozókkal, egyéb más mindennel. Egyszerűen nem higiénikus, undorító. Dolog. És akit lehet látni, hogy én most mit csinálok. Én mostan sétálok. És most van ez a tér. Kiállok ide. És most mit csinálok? Próbálom zoomoltatni a szememet, fárasztani, élesíteni. Most megint őszintén szóval eléggé már nem látok rendesen, kicsit homályosan, azért mert egyszerűen nem feleszettem az agyamat, olyan időszakban nem lett feleszve, amikor kellett volna. Mis az agyfelesztés, miközben is tartozik, hogy is lehet az agyat feleszteni, nyilvánvalóan úgy lehet feleszteni az agyat. Ha minél többet, minél több partnerrel összeállsz, és annál okosabb lesz. Fő a változatosság, minél több, annál okosabb. Ez így igaz? Mert amiben az emberi agy, ha netán azt csinálja, másik ellenkező nem már. Normálisak. Normálisan veszi nem olyan. Ellenkező nem már. Akkor ennek valami az agyba termelődik. Ami kiváló gondolkodáshoz vezethető vissza. Könnyen megy tőle a tanulás. Minden. De így, hogy folyton, egy időben, hosszú éveken át csak filmeket néztem, sorozatokat. Egyszerűen leépült az agyam, annyira leépült, hogy bárit megcsinálnák, amit bőle lehetne pénzt. Elmenni, dolgozni, egy helyben 16 óra hosszát, hogy legyen pénz, hogy aztán nem mehessek kocsmázni, sört igyak, egyéb más mindent, mind-mind ez. A sör, az alkoholizmus, mind-mind a filmekből, sorozatokból szedett szokások, az van mutatva be, a jó kedve legyen, mit kell csinálni? Alkoholt inni. Alkoholt, meg egyéb más italokat. És még mindig hasúlyozom a cigaretta, meg a fű, meg a vízi pipa nem tartozik a egészségtelen dolgokhoz, mert sokkal károsabb maga a folytonos tévé, meg az alkohol. Fogyasztás, mert az alkohol az tönkreteszi a májat, a vesét, a belet, az agysejteket, mindent. A fű az, meg a kokain, meg a heroinok nem teszik tönkre. Nem annyit tesznek kismértékben, nem? Kismérték. Fő a kismérték, nagy mértékben eléggé károsak. Az a szép élet, hogyha képes vagy úgy leélni 87 évet, hogy folyton csak kokainozol, meg fivesztél. Annál szebb nincs a világon. Dolog. Még látható egy vonat, ami éppensége Szabadka felé megy. Látszódik meg.
is ment már. És akkor. És úgy leélni valamit. Teljes körű életet élni. Kokainna. Fűve, egy vízi pipálva. Az egy szép dolog. Az aztán rendesen tudja alagolni magának szert, hogy 87-80 évni többe le tud élni. Mert a gyönge képzett agy, ami manapság szokott történni, a fűtől, a dohánytól, vízipipától, egyéb más anyagtól túlveti magát. És itt kezdődik a, ami az előző videóban volt téma, a rossz nevelés. Hogy nem tud az agyának ellenállt. Agyinak nem tudja azt mondani, hogy elég. És ez mind-mind ez a hatalmi szerveknek a bűnük, mert úgy vannak megtanítva maga a gyermekek az oldalba, meg a szülők is, ami kell a gyermek, megkíván a boltba, azt meg kell venni. Neki is kell, azt el kell fogyasztania. És itt van a következménye, elkezd a gyermeke van 12, vagy 14, 15, 15, 14, 16, 15, 16, 17, 17 évesen komolyabban heroinozni, kokainozni, egyszerűen nem tudja, mi is az elég. Mert kisebb korában rá lett szoktatva arra, hogy ami kell, azt meg kell kapnod. És azt neki kellett, megfogja, megkapja. Túlveti magát, és odezik. A legnagyobb hibás maga a szülő. Ha nem tudta lenállni a gyermeket arról, hogy amit lát, nem kell fogyasztani. Szerintem az a legszebb dolog mindenben. Hogy a kokainnak, a fűnek, vízipipának, hogy itten, ahol én vagyok, nem szó legálisan terjeszteni. Ja, vízipipát se nagyon, füvet se, gyöngép szereket is. Szóval, és mostan, hogyha az, maga az egyén, nem tanulta meg a kisebb korában azt adni, hogy amit a szemem, az íz, meg kíván az agy, leszokni az ilyen kábítószerezést, nagy valószínűséggel 80%-ba halála fogja befejezni. Addig dolgáztatta magát, ameddig bele nem halt. Ennek nincs nagy értelme. Nem bírta kévezni a kábítószereknek az örömeit. Egyéb más. Másokat minden kis dózisba kell kezdeni, aztán nagyobb dózisba folytatni. Látható, hogy kék az ég, ami a vasúton szokott közlekedni, az is kék. A kék a fontos, a szín. És aztán megszereded, aztán pirossá válik. Köszönöm ismét a figyelmeteket, szevasztok!